Most pedig kapcsoljunk át felülnézetre, és készítsünk egy új splint, vagy pedig ezt módosítsuk. Például ezt idehozom, ezt a pontot, lehetőleg ne az oszlopon menjen majd keresztül, és itt is ezt módosítom, mégpedig úgy, hogy azért lehetőleg ne menjünk egy tárgyon keresztül. Hoppá, visszalépek, így meg is feláll, hiszen nem megy az oszlopon keresztül, esetleg ezen kell némileg módosítani. Hát ilyenkor célszerű a tárgyasztásra követést kikapcsolni, hiszen amennyiben közben talál egy pontot, akkor hajlamos azt megfogni. Nos, ezzel el is készült az új útvonal, most pedig váltsunk vissza az izometrikus nézetre, és nézzük meg, hogy a kameránkon még milyen további érdekességeket lehet beállítani. Váltsuk ide át a mozgási útvonalra, és a kamera mozgási útvonala legyen ez az új spline. Oké. Viszont a célnak mutassunk meg egy pontot, kiválasztva például ezt a pontot, de a tárgyasztás és a követés legyen bekapcsolva, akkor könnyebben ki tudunk választani egy pontot. Ezt a pontot kiválasztom. Oké. Az előnézet be van kapcsolva, itt állítsuk rá az időpontot, hogy legyen 10 másodperc, és előnézetben nézzük meg az eredményünket, hogy mit fogunk látni. Hát íme jövünk erre, és ugye mivel a nézőpontunkat egyetlen pontra állítottuk be, a kameránk mindig oda, arra az egy pontra fog nézni. Hát természetesen előtte ezt a sárga útvonalat, amit korábban használtunk, ki lehetne törölni, most jelenleg ez nincs kitörölve, és itt szépen a rajzterületen lehet látni, hogy a kameránk az oszlopot kikerüli, most kívül van, és megy tovább annak megfelelően, ahogy ezt beállítottuk. De mindig erre az egy pontra néz. Hát érdekes hatásokat tudunk ilyenkor ezzel elérni, és ugye azt is megtehetjük, hogy például ezt most bezárom, mégsem, és kicserélem az útvonalat, tehát nézet, mozgás útvonala, a kamera legyen most egy ponton, egyetlen ponton, mintha mi fordulnánk körbe, kijelölöm azt a pontot, hát legyen ez a csúcspont, tehát kell keresni egy olyan pontot, ami nagyon jó lenne itt nekünk. Most kijelölöm ezt a pontot, oké, és a célhoz rendelem hozzá azt az útvonalat, amin előbb a kameránk mozgott, és ismét kiválasztom, hogy ez legyen 10 másodperc, és választom az előnézetet, nézzük az eredményünket. Hát ugye itt is lehet látni, hogy a kameránk itt ennél a pontnál egy helybe forog, és attól függően, hogy a spline-unk éppen hol van, hát a nézőpontot azt nem jelöli, azt mi is látjuk innen nagyon jól, hogy így szépen-szépen körbe tudjuk nézni az alkotásunkat. Természetesen, hogyha a többi rész is be van kapcsolva, akkor sokkal szebben látjuk ezeket, de hát, mint tudjuk, azt célszerű a végén bekapcsolni, mert nagyon le tudja lassítani a gépet. Hát itt van a tekintetünk most jelenleg, és lassan körbe is élünk, meg is érkeztünk ide az oszlophoz, és ezzel ezt be is zárom. Mégsem, és elmentem
fáj, mentés másként, és legyen ennek a neve spline útvonal, csak annyit előírok, hogy spline útvonal és mentés.